Hölgyek, urak, folytassuk, és gondolkodjunk tovább. Szép a világ, érdekes, tele van érdekességgel. Én csak az én világképemet tudom elmondani, el tudom másét is mondani, de azzal nem értek egyet, hogy is van. És úgy is mondhatnám, hogy nekem van egy önálló világképen, de attól elhatárolódok. Mert hogy ezt a világképet nagyon nehéz csak úgy befogadni, elmondani. Mert hogy ez egy ilyen nagyon komplett dolog. Ez egy annyira más világkép, tehát eleve az, hogy dinamikus, meg másmilyen. Az élettel kapcsolatban is van véleményem, nem csak elmutatázom azt, amit már mások kikísérleteznek, vagy elmondtak, hanem én nekem van egy világképem, és én ahhoz keresem a részeket, és meg is találtam hozzá a részeket. Egész életemben más nem csináltam, csak hibát kerestem. Számítógép szervizes voltam, meg kínomban nyitottam tévészervizt is, azért, hogy fel tudjam a gyerekeket nevelni, mert hát a fizetésem az a bányászbéka feneke alatt volt, úgyhogy. És aztán utána, hát az nem volt sikertelen, 12 évig jó volt. És működött. Abból tudtam a rákutatást csinálni, amit mondtam, hogy sok milliót költöttem rá. Tehát azok, akik nekem fizettek, azok igazából a rákutatást támogatták. Ezt most is megtehetik. Talán nem rákutatásra fordítjuk, de mindig valamilyen értelmes dologra használjuk föl. És hogyha nem tudod, kire hagyod a vagyonodat, akkor nyugodtan ránk hagyhatod, és akkor azt legalább jóra fogjuk felhasználni. Hát szóval. Mert egy csomó ember nincs utóda, és nem tudja, kire hagyja a pénzét, vagy a házát, vagy a mindent, csak elviszi az állam. De ilyen van. És ha nem tudja, kire hagyja, rengeteg ilyen kamuizét kapok, ilyen most nagyon sok a szilámos vigyázzatok, hogy itt te iszonyú sok pénzt akarnak neked kifizetni, meg örököltél, meg mit tudsz, közben fenét örököltél. Ugyanazt a szöveget 26 féleképpen meg van csinálva, és akkor azt küldözgetik mindenkinek. Aztán küldjél neki, mert az ügyvédi költségre most azonnal küldjél neki $250, és akkor az életben nem látod többet. Egy újabb számozott ezért fog megjelenni, egy újabb számozott levél, tehát ilyen késnyúl 2120, késnyúl 2121, tehát ilyeneket csinál, és akkor mindig új levélcímet foglal, azt eltűnik a kis nyúl, mindig eltűnik. Tehát rengeteg szélhámos kavar, hát ilyen van, ameddig, úgy is mondtuk ezt régen, kicsit vulgárisan, ameddig losszal van, addig verébb is van. Ugye, így működik, a szélhámosok is így működnek, még az Eiffel-tornyot is eladták, vagy a Orient Express-t is eladták. Ilyen nagyon gazdag milliómosnak eladták, mert hát megengedhetem, hogy megveszem az egész vonatot, és akkor megvette, és akkor eladták. Tehát voltak olyan szélhámosok. Nagyon sok. Eladták a Rottenbiller utcáról a fakockákat, vagy ilyenek, vagy komolyan. Tehát ilyen szélhámosok voltak, még a rendőr segített nekem forgalmat elterelni. A lopáshoz. Hát ilyen van. Tudunk ilyen történeteket, de most nem ez a lényeg. Ha, mondjad. Következő kérdés volt, hogy hogyan lesz a fehérjéből egy élőlény? Ó, ez egy jó kérdés. Ezen már nagyon sokan gondolkoztak, ugye? Mert hogy amit az előző részben elmondtam, hogy hát próbáltak mindenféle szerves anyagokat lötyögtetni, meg szikráztatni, meg mindenfélét, hogy a természetbe belecsapott a villám, és akkor a légkör ilyen volt, akkor a szél fújta, szóval ilyen handabandát próbáltak csinálni. Szerves anyagok, molekulák létrejöttek, de élet nem jött létre. Mert nem volt, ami összeszervezze. Ugye a kezdetleges konzervátum ugye nem jött létre, az már egyfajta fehérje volt, vagy a molekulái, ezekben a fehérjékben hát igazából 20 aminosav domináns, és a 20 aminosav az ugye mindennel dubletbe variálva, akkor az 20x20 az 400 variáció.
És a 400 variáció nincs a természetben, az a nagyon érdekes, vagy legalábbis nem találták még meg, hanem csak 86-tal kevesebbet. Egy biológia könyvem, valahol még megvan az a biológia könyvem, ilyen régi 60-as évekből származó, már abban benne volt ez, hogy 86-ot nem találtak meg. Haha, az pont 314, ugye? Igen. U. Az, mintha a P-nek a százszoros lenne. U. Lehet, hogy a természet az már előbb felfedezte a P-t, mint a Pitagorasz? Ajjaj. Nagyon zűrös. Tehát nem is a Pitagorasz fedezte föl, mert már agyaktáblákon 5000 évvel régebben is megtaláltam. Tehát az egész egy szélámoskodás, amit a tudományt itt csinált, itt tanították, mi arab számokat használunk. Tessék megnézni, milyenek az arab számok. Most ezt már meg lehet szerezni. Ameddig az életben nem tudta arab számot szerezni, mert az arabok nagyon messze voltak, hát addig ezt el lehetett mesélni. De igen, csak most már az interneten beürött, hogy arab számok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és akkor egy nagyon érdekes dolog fog kijönni, mert az arab számok teljesen mások. Legfeljebb három arab számra tudod azt mondani, hogy olyan, ugye? A kettes úgy néz ki, mint az egyes, a hármas úgy néz ki, mint a kettes, ugye? Igen. A négyes úgy néz ki, mint a hármas, tehát itt valami baj van ezzel, szerintem ez el van zsifterődve, mert hogy ez a három nekem stimmelt, mint ha ez el lenne shifterődve, mert ilyen karakter készített be én nekem, mint hogyha úgy lett volna, hogy az 1-es, 2-es, 3-as a stimmel, csak 90 fokkal el volt fordítva, de így jött ki neki a 9-es. A 9-es miatt rendezte át. Aha, már látom. Az a nagyon érdekes, hogy az arab számok, igazából az arabok nem tudják, hogy milyenek az arab számok, alatta ott vannak, amit most arab számnak mondanak. Tehát sehogy se stimmel, tehát most mindegy, hogy el van-e csúszva egymáshoz, vagy nincs, teljesen mindegy, mert hogy az arab számokból legfeljebb négyre lehet azt mondani, hogy hasonlít. Hát a nullára is rá lehetne mondani, amit nézegettek, ugye? De az se igazán jó. És az benne a lényeg, hogy azt tanították nekik, hogy mi az arab számokat használjuk. Hát nem az arab számokat használjuk, de a szanszkrit számok is nagyon hasonlítanak. Tehát arra is rá lehetne mondani, hogy szanszkrit számokat használjuk, de az se. Itt vannak ezzel a problémák, hogy ilyen félművelt valaki kitalált valamit, és ezt még 30, 40, 50 vagy 300 év múlva is untatták, ismételgetik. Tehát nem mondták ki becsületesen, hogy gyerekek, nem az arab számokat használják. Ki kellene mondani? Beléd a tankönyve, ideig azt tanítottuk, de ez tévedés volt, mert az arab számok így néznek ki, mi meg azt mondtuk, hogy ezek az arab számok. Tehát azzal van a probléma, hogy félművelt hülye gyerekek, ilyen humán süsű, aki azért hogy egy kicsit jártasabb volt a világban, járt az arabok között, vagy mit tudom én mi, és akkor ez mondta, hogy hát ez olyan, mint a nálunk a számok, és az arab számok, hát nem. A római számok azok hasznavehetetlenek, mert ilyen halmozó számok, tehát őrült, bonyolult leírni egy némelyik évszámot. Ugye láttok ilyeneket az épületeknél, ilyen római számokat kiírva, hogy mikor épült. És akkor hát az is olyan. Mi is használtunk ilyen, most hozzáteszem, a hunok is használtak ilyen számokat, de abban van egy logika, a hunok számaiban van egy logika, a rovás írásunkban van ilyen, a rovás írásunkban a tízes kettévágott viszintesen két ötös lesz belőle, ugye? Mert fölfele egy V betű, meg lefele egy V betű, és itt például az 500-as a Magyarországon kidolgozott új rovásírás TTF-be benne van az én ötletem, az 500-ra, mert az nem volt meg. Hogy ha kettévágdosunk, mondjuk a 100-ast kettévágjuk, akkor abból két 50-est nyerünk, középen viszintesen kettévágjuk, akkor két 50-est nyerünk belőle, és ha a 10-es kettévágjuk, akkor két 5-ös nyerünk belőle, de akkor az 1000-es, ami egy 8-ágú csillag, kettévágjuk, abból meg két 500-as nyerünk, és az az 500-as került bele a True Type Fontba, amit itt dolgoztak az egyetemen ahhoz, hogy legyen egy ilyen
Wordben is használható True Time Photo, hát nem igazán jó, de mert némelyik karakter nem úgy viselkedik, hogy kéne, de mert hogy nem erre lett kifejlesztve. Aj, az nagyon jó volt, amit éppen találtál, az most, az bizony, az nagyon jó, ugye? Használjuk ezt a... Ugye azt mondták, hogy nem volt nekik nullájuk. Nem, ugye, 1, 2, 3, 4, 5, használjuk bizony a maja számrendszert. Az is nagyon érdekes, hogy van egy pont az egyes, két pont a kettes, három pont a hármas, négy pont a négyes, és a négy pont fölé, ha teszek egy pontot, az az ötös. Ha-ha! Használjuk ezt mai napig. Elmész Prágába, európai ország, de egyébként nálunk is, használjuk, Prágába elmész, mondjuk az Uflekuba, az egy ilyen söröző, és hogy nem, eléd raknak egy korsósört, ha leülsz. Azt mondod, hogy nem, akkor megkérdezd, hogy mit akarsz. Ha nem, akkor ott hagyja a sört, azt tovább megy, letesz eléd egy cédulát, és húz rá egy vonalat. Hogyha jön arra egy csomó sörrel, letesz eléd egy másodikat, nem kérted, letesz egy másodikat, és húz rá, ha nem mondod, hogy nem, akkor húzza még egy vonalat, majd megiszod. És így tovább, és addig rakja el ide a söröket, ameddig már nem is látod a vonalakat. Na de hogy van? Ott is az van, hogy húz egy vonal, két vonal, három vonal, négy vonal, és? Áthúzza. Ez ugyanaz, mint a maja számoknál, hogy egy pont, két pont, három pont, négy pont, és az öt pont, az már egy pont. Fölötte egy pont. Aztán fölötte két pont, fölötte három pont, fölötte négy pont, és amikor már megvolt a fölötte négy ponttal, akkor egy vízszintes vonal. A vízszintes vonal az a igazából a... Nem. Rosszul mondtam. Mert itt rosszul van kirakva. Tehát ilyen zavarosan van kirakva, vagy végigvezetett mindent. A nulla megvolt, az nagyon hasonlít a minulánkra, csak fekszik. Az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es jó, az 5-ös mondtam rosszul, az nem, azt jelenti, nem úgy van, hogy a 4-es fölött van egy pont, hanem az egy vízszintes vonalacska. És ez maradt meg a sörözőbe. Tehát, hogy egy vonal, két vonal, három vonal, az ötödik vonal az már egy áthúzás. És utána a 5-ös fölött 1 pont, 2 pont, 3 pont, 4 pont, egész 9-ig megy, és akkor a 10-es az lesz a két vízszintes vonal. És így tovább. Tehát ez hányas számrendszer? Ez 5-ös. Mert 4 pont van, és utána egy vonal. Tehát az 5-ös az már vonal, vagy 6-os. Igen, az változás. De igazából 10-es. Igazából még 10-est is lehet mondani. Értjük 10-esben, tehát... Igen. Ez egy olyan zavaros, mint az óránk. Az óránk egy ilyen rettentő mértéktelen zavaros maraság, ugye? Mert az órán 12 óra van, ez kétszer számítva az egy nap, mert kétszer 12 óra, délelőtt meg délután. Ez az angolban PM meg AM, ugye ez az AM meg PM, mert a délelőtt az AM, ante meridian, az ante meridian, az a délelőtt. Post meridian, az meg a délután. Tehát zavaros, abba többféle számrendszer is van benne 12-es, amiben van 12-es, nem ráadásul, szóval ez nagyon érdekes, mert a számrendszerekben, a kettes számrendszerben nincs kettes. A kettes számrendszerben nulla van, meg egyes. A tízes számrendszerben nincs tízes, hanem 0, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 9, és utána carry, átadás van, utána van megint egy egyes, és utána egy nulla. Aztán a nulla helyén elkezd megint számolni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, akkor megint egy carry, akkor már itt egy kettes jelenik meg, és megint nulla, a 20, ugye? És ott jelenik meg a végén. Tehát a óránkban ott van a szumér időszámítás, meg a számítás technikának, mert a számítás technika is volt.
Hihetetlen, hát ilyen nincs, hát hol lett volna már ott? Hát Humánkám, te azt nem ismered föl, mert nem ismersz te föl semmit. Humánkám, én nem lenézem a humánokat, hozzáteszem a figyelmetlen humánokat, cikizem, csak is kizárólag, mert vannak nagyon jó humánok. De a figyelmetlen humán az csak nagy képvisködik, és eteti azokat, akik még nála is hülyébbek. Tehát elhiszi neki ezeket a marhaságokat, hogy arab számokat használunk, például. Ezek marhaságok, de úgy mondják el, mintha igaz lenne, és még az iskolában tananyag is. Tehát volt a sumeroknál a 60-as számrendszer. A 60-as számrendszer, de volt 10-es is. Nagyon érdekes. Az araboknál, vagy a sumeroknál nem találtam meg a 10-es számrendszer a sumerok meg volt. A izéknél nem találtam meg az egyiptomiaknál, de ott is van, pedig van, igen, van. Most találtam meg a fejembe, de van millió. Tehát milyen jel is van, hogy 1 millió, az pedig 10-es számrendszerben van. Vagy egyáltalán nagyon mást jelent. Tehát rosszul olvassuk ki a számot, olyan is van. Tessék, parancsolj. A 60-as számrendszert miből vehették nagyon? Minek az analógiára, vagy minek a... Mert ugye mi keringés, földkeringés, stb. Ilyenekhez mérjük magunkat. Például, de az mi lehetett a 60-as? Viszont a 2-es számrendszert azt megtaláltam a kínaiaknál, az ókínaiaknál, tehát nem mostani kínaiak, az ókínaiaknál, a japánoknál, az ókínaiaknál megtaláltam a 2-es számrendszert, lásd Yi Qing. A Yi Qing, vagy Yi Qingnek is mondják, nem tudják eldönteni, mert a Qingnek nincs értelme, de a King az azért király angolul, tehát inkább Yi Qing. Lehet mondogatnak, de az Yi Qing, megkérdeztem, elolvastattam egy kínaival, hogy ezt hogy kell mondani, azt mondta, Yi Qing. Yi Qing, azt mondta rá, úgyhogy Yi Qing, akkor Yi Qing. Mondjuk Yi Qinget. És az benne az érdekes, hogy abban 2-es számrendszer van. Paritás vizsgálat, minden van benne, amit el tudsz képzelni. Ott most éppen föltettél egy ilyen ábrát, és ott az, igen, és ott egymás alatt vannak érdekes módon 2-es számrendszer. Nézd csak meg, majd ki kell ezt az ábrát emelni, ezt a függőlegesen balra lévő ábrát. Fölül, most épp nem látom a tetejét, de az van, hogy van 3 viszintes fekete vonal. A 3 viszintes fekete vonal, ott van, igen. Utána következik a felső át van vágva, egy szünet van a felsőbe. Utána egyen lejjebb van átvágva, utána a felső meg a középső van átvágva. Tessék csak észrevenni? 0, 2-es számrendszerben 0, 1, 2, 3, mert a 1-es meg a 2-es van átvágva, az 3. És aztán mi következik? 4. A 4, ugye, mert a lagasó van 1, 2, 4, így van a 2-es számrendszerben, az van átvágva. Tehát ott akkor 2-es számrendszerben jelent meg ez a Yi Qing, az egész. Utána következik az 5, azaz 1-es és a 4-es van átvágva, következik a 6, az 1-es meg a, vagy a 4-es meg a 2-es van átvágva, és utána a 7-es, 1-es, 2-es és a 4-es is át van vágva, mert 1 meg 2 meg 4 az 7. Tehát ebből 7-es a legnagyobb, ebből, és utána nincs tovább. Ez csak 7-ig van. És ez van a koreai zászlóban. Ez a jel. Van itt nekem a minden igaz, ilyen koreai legyezőm azon, mint ott lenne. Nem, azon nincsen. Azon nincsen. Ott már én látom a koreai, nem látjátok, de koreai légitársaságnak a legyezője. És én nem voltam Koreában, bár már lehettem volna többször is, csak éppen vagy beteg voltam, vagy időm nem volt, mert nagyon csináltam valamit. Mert már hívtak meg minden, szóval voltak ilyenek már a pályán, meg lehettem volna Mongóliába, oda is hívtak, ilyen kongresszusra. És tehát visszatérve, a 60-as számrendszeret nem válaszoltuk meg, 60-as számrendszer nem tudom honnan van, de azzal számoltak, és a Nofretétének a papírust kell csinálni, a rint papírusnak hívják, ott a koreai zászló megvolt, fölvillantottad,
És ott van egy 0, egy 5-ös, egy 7-es, meg egy 2-es. Ezek vannak rajta. Ez a három szám. De igazából van nekem egy olyan, a Venn királynak azt hiszem a táblázata, amiben nagyon érdekesen van felsorolva. 0-tól 31-ig föl vannak sorolva a 2-es számrendszerben a számok, és aztán szembe átlóba átmegy, és onnan 32-től 63-ig vannak felsorolva a számok. Tehát a világegyetem egyik legfontosabb működését szimulálja el számokkal, mert hogy a számok így növekednek, hogy egy félfordulatot megtesznek, egy utat tesznek meg egy félfordulatot, aztán átmásolódik a túloldalra, megint megtesz egy utat, és igen, a fénykvantumok így működnek. Ez az alapelvük. Tessék, parancsolj. Vagy a sejtosztódásnál, ott amikor a 32 duplázódna, nem 64, hanem 63 sejt lesz. Igen, igen. Igen, mert ebbe a 2-es számszerbeli táblázatban 0-tól 63-ig vannak számok, ebből többféle táblázat is van pályán, és 3-at találtam, 5-nek kellene lenni, de nem találtam meg a többieket, de csak az ősi érdekel, tehát az, hogy ki talál ki micsodát, az engem nem érdekel. Hogyha megtalálom valamilyen ősi, tényleg 2-es számrendszerbeli számot, vagy táblázatot, az érdekelne. És ez a lényeg, hogy tudtak a 2-es számrendszerről, működött benne, és a Leibniz, aki egyébként felfedezte az integrál meg a differenciál számítást, amit aztán pereskedett a Newtonnal, amit a Newton megnyert, pedig a Leibniznek addigra már rég megjelent a könyve, előtte. Tehát miután a Newton fölébredt, mivel ő volt a Királyi Akadémia elnöke, természetesen megnyerte a pert, mondanom sem kell, hogy a Leibniz volt aki ellopta őtől a dolgot, de nem, és a Leibniz rájött erre, amit most én elmondtam, hogy a 2-es számrendszer ott van a Yi Qingben, azaz, hogy ez valami nagyon fontos dolog lehet, de akkor még nem volt számítástechnika. Legalábbis a köztudatban nem volt, még nem létezett még, bár voltak ilyen számítástechnika szerű próbálkozások, ilyen kötelekkel, meg egyebekkel is, ilyen érdekességek, de Egyiptomban a Rind papíruson egészen egyértelműen egy jobb művelet végzés van, ez megjelent egy magyar számítástechnika újságban, ez az egész felismerés, ezt nem én találtam ki, de nagyon jó, mert jobb művelet végzési eljárás van, mint ami Bull algebránk volt. Az azt jelenti, hogy jobban lehet osztani, szorozni, szóval praktikusabb. Van, és ez már rajta van a Nofretéte idejében 3500 éves papíruson. Nem tudom, hogy érted-e, hogy akkor megint csak visszamentünk a bányászbéka segge alá, és onnan kezdünk újra? Mert hogyha már a Nofretétinél megvoltak a számítástechnika alapismeretek, a 2-es számrendszerbeli végzés, akkor minden bizonnyal volt hozzá számítógép is. Mert például a Yi Qingre visszatérve, a Yi Qinggel ezekkel a jelekkel meghatározták az észak-kelet-dél-nyugati irányokat is. 8 irányt határoztak meg, mert észak-kelet, dél-kelet, stb. Is volt benne. 8 irányt határoztak meg. Na de, hát azért mondanom se kell, hogy mondjuk egy lónak azt mondom, hogy menjél 0-1-0-nak. Hát ez egy marhaság. Hogy menjél 1-1-0-nak. Az is marhaság. De 2-es számrendszerben mondjuk egy kompjúternek, mondom, az már nem marhaság. Tehát a mozgás irányát felszállni, aztán mozgás irány, hova, milyen irányba indulj el, azt egy lónak nem tudod mondani. De ott is már 5000 éves iratokon ott van. Tehát ott van a probléma, hogy az emberiség úgy költözött ide űrhajókkal. Mindenki. Tehát itt lehet szépelegni össze-vissza, mindenki. Már éltek egy előző teremtési ciklusból megmaradt néhány megmaradt ember, éltek a Földön, hát úgy körülbelül az az ősember volt, amit legtöbben gondoltak. Tehát már ez a hatodik naprendszer. És az átrendezések után így vagy úgy, itt vagy ott, de túléltek. Igen ám, de ahogy elveszti a támogatást, a központi egység támogatást, abban a pillanatban
elkezd a bányász béka alá becsúszni. Tessék észrevenni, hogy ez most történik, most velünk történik. Most már a gyerekek nem tudnak összeadni három számot. Pedig már most mit, ilyen iskolába járt, olyan iskolába járt, ilyen írástudó, olyan írástudó. A francokat írástudó nem tud olvasni. A francokat számítástudó nem tud összeadni három tojásárát. Tehát a legsötétebb verembe csúszunk bele, és a gyerekeink már nem fontos, mert hát kiszámolja, a telefonjában van számológép, francnak kell itt összeadni. Fölírja, hogy 3x35, pling, kiadja az eredmény, kész. Ennyi volt. Igen, de mi van, ha kimerül az akkumulátor? Itt kezdődnek a bajok. Jaj, arra nem is beszélve, hogy de akkor mi van, amíg az akkumulátort fel tud tölteni, de mi van akkor a nagy cseteléseddel, meg a nagy buzerálással éjjel-nappal, internetezéssel, ha mondjuk egyszer csak nincs internet. Ez előfordulhat. Mondjuk betiltják a Facebookot, kinek fogsz akkor irkálni? Csak úgy mondanám, hogy kinek, hogy fogsz irkálni. Nincs is olyan szoftver, nem? De ugye elkényelmesednek az emberek, jó az, működik, nem köveles, ingyen van, már működik, és közben leszoknak a gondolkodásról. Ez egy őrült nagy baj. Őrült nagy baj. És ez a veszély most véresen fent áll. Jól lehet látni, amit többször is felhúztam, hogy te én tanultak nálam, doktorok is tanultak nálam ilyen posztgraduális képzésem. És gyereke, alapvető dolgok, nem tudod, gyököt van, nem is tudtam, mi az, hogy gyökvonás. Tehát nem akartam én matematikát tanítani, csak éppen néhány alapvető művel összeadni nem tudott fejbe, hogy mennyire igazam van, helyezzetek el egy rejtett kamerát egy ilyen ABC áruházba. Úgy helyezzétek el, hogy senki ne vegye észre, valami zacskóban, aminek kis luk van, és vigyázzatok rá, hogy nehogy elvigyék az zacskót, és tegyétek bele a telefonotokat, és filmezzétek le, hogy hányan számolják meg a pénztárnál a visszajáró apró pénzt. Tudod, miért nem számolja meg? Nem azért, mert a pénzöt nem érdekli. Azért nem, mert nem is képes összeadni semmit, semmivel. És lusta is, nem is képes rá. Bajok vannak. Csak így megfogja a pénzt, zsebre rakja, kész, megy tovább. Tessék észrevenni. Most ezt ő nagy arcoskodásból is csinálhatja, ugye, hogy nekem nem számítanak ilyen fillérek, ilyen. Mit számogatnék én ilyen filléreket? Ilyen van ilyen nagy arcoskodás. De egészen addig még valami baj nincs, mert akkor hirtelen ezek a nagy arcok a végtelenségig az ellenkezőire fognak fordulni. Van-e még kérdésed? Következő kérdés az pedig, hogy mi határozza meg egy lény alakját? Beszéltünk róla már, hogy a lélek vetít egy képet. Ezt határozza meg. A baktériumnak is az atomjai vetítenek köré egy képet, mert ahogy elhelyezkednek az atomok a térben, az egy hullámkiáradás rendszert hoz létre, és ez vetít egy képet. Nem csak a baktérium a külső felszínéig ér, hanem ez a kép ez sokkal nagyobb annál, és ezért tudnak például összetársulni baktériumok telepekké. Mert a nagyobb képbe, mint egy kristály, bele tud nőni. És ez is lényeges, hogy ez a hullám, aztán hullámvilág, ez megvan az élettelen anyagoknál is, az üvegfémekkel tessék gondolni, hogy az üvegfémek hogy keletkeznek, hogy van egy forgó acéltárcsa, amin egy ilyen indukciós olvasztóval olvasztanak acélt, és folyatják egy ilyen résen keresztül erre a tárcsára. És akkor egy ilyen negyed fordulat után leválik erről a hideg vagy hűtött tárcsáról, lehet, hogy még propellerrel hűtik is, de a lényeg az, hogy leválik, és így elleveg ilyen csík, így köpi kifelé ez a pörgő korong, rátapad egy ideig, de utána leköpi magáról, és így messzire repül, 3 méterre is kirepül, ez a ilyen csilingelő, zizegő hanggal repül ki az üvegfém. Ez nem fér bele a vasszén állapot ábrába, csak úgy érdekes, mert ez se nem ferrites, se nem arsztenites, nem olyan, ez másmilyen. Tehát ez a lényeg, hogy másmilyen. És ez egy külön,
ez egy külön állapot lett, amit aztán valahol besorolnak egy idő múlva. Tehát ez a hullámtér egy képet vetít, az embernek a képe ember, a növénynek egy növényi képet vetít. Tehát egy felnőtt képet vetít ám, egy nyárfa, maga, parányi pici nyárfa maga, ami majdnem ilyen mákszemnyi picike, abban a nagy pihébe van benne, tudod, amikor nyáron a nyárfa virágzik meg, szórja magjait, akkor ilyen vattaszerű, lazal vattaszerű pihébe van benne, a magok azok a kis barnás, feketés kis magocskák, és ezeket el tudja vinni a szél messzire, így szaporodik ő, hogy szórja magából a magokat, és aztán nagyon-nagyon sok magot termel, és akkor majd le ezek közül néhány megered valahol, ha úgy esik le, úgy esik rá a föld, vagy egy állat beletapossa, vagy valamilyen szerencséje van, akkor az a mag ki fog kelni, és abból megint lesz egy nyárfa. De ő egy nagy nyárfát vetít, igen ám, csak hogy a nagy nyárfa az egy nagyon gyenge kis kép, hiszen egy parányi mag vetíti. Ezért először egy másmilyen állapotot fog létrehozni a környezet, és a hullámtere, meg az ő hullámtere egy vegyes bolondságot hoz létre, és aztán egyre erősödik az ő egyedi képe, és aztán lesz belőle majd megint nyárfa. De az embernek a képe is ilyen, hogy először egy embrionális képet vetít, az anyja képe, meg a gyerek képe. Igen ám, csak az anyja, vagy a gyerek képében már két genetikai rendszer is jelen van, az apja, meg az anyja. Az a megtermékenyített petesejtben már ott van jelen. Az egy, szintén egy felnőtt, egy olyan 24-25 év körüli embert fog ábrázolni, ott már megvan a neme. Szóval ő neki nem kell gender ideológia, de már megvan a neve, hogy ő fiú lesz vagy lány, megvan minden rajta, csak éppen még nincs kitöltve a kép. És akkor az anyja képe nagy segítséget ad neki, mert az anyja képe támogatja. Egy élő anya képébe van benne, és őt támogatja. Mint a kenguru erszényében a kicsit az anyja támogatja. Nem csak melegíti, hanem az aurájába tartja, vagyis hogy benne tartja abba az élő hullámterébe, amiben a kicsi meg tud maradni. Ezeknek lényeges eleme van. Elmennek mellette, nem fontos. Dehogy nem, annál nincs is fontosabb. Tehát, ugye miért hullott el olyan sok gyerek, ugye, mert vasdobozokat csináltak először ilyen babamentő dobozokat, de hát acél, jó erősre csináljuk. Hát, igen, ültétem már vas széken. Hát szét égeti a seggedet, olyan rossz rajta ülni, hogy nagyon. Ami a ülőfelülete is vasból van. Kiszívja a lelkedet, meg a seggedet, meg mindent kiszívja. A hidegségével, nem jó. Nem jó rajta ülni. És ezben az érdekes, hogy az élő lény, tehát az anyja testére teszed rá, ott nagyon jól érzi magát. Nem csak a meleg miatt, meg kicsit letakarod, nem csak. Hanem ő még igényli az anyjának az auráját, mert eddig belül volt a pociba, most már őt kilakoltatták onnan, de hát még igényli az anyjának a nem csak a tejét, hanem még a közelségét is. Tehát testen hordani a gyereket az még nagyon jó. Apa is hordhatja, nem csak az anya, hozzá kell tenni, mert emberi aura legyen, ez nagyon lényeges. És az aurád egy dinamikus védőrendszer. Tehát az, amely körülveszél, nem látod, de van egy ilyen dinamikus szubanyagból, egyebekből álló dinamikus védőrendszer. Egy jó aura fotót láttam csak, ami nem Kirlián alapon működött, hanem ilyen színszűrű alapon működött. Kievben láttam, ott egy ilyen kórházigazgató mutatott be egy ilyen fotósnak, aki ezzel foglalkozott, és működött. Nem csalt, biztos. Itt aztán csináltak rengeteg csalást is, de nem, az nem csalt. Hát azért, mert meg akartak élni, de ez nem megéletésből csinálta, hanem széleg rájött dolgokra. Azt csinálta, hogy két vakúval fotózott, nem egyel. Volt egy kis elektronikája hozzá. Villantott egy nagyon nagy fényerejű lila vakúval, ilyen lilás színű vakúval, és utána egész kis időmúlva villantott egy fehérrel. És egy zöld színszűrve, fűzöldnek láttam én a szűrőt. A komplementer színe volt a lilának egyébként. Ezt meg lehet találni. Pontosan mérhetően meg lehet találni.
És a lényeg, hogy a lilával azért villantott rá, hogy az atomokat egy nagyon parányi fénykvantumokkal, a lila, az ultraibolya, meg a lila, az egy sokkal kisebb fénykvantum. A sokkal kisebb fénykvantum jobban behatol az atomok közé, jobban gerjeszti őket, és egy ilyen pár tized másodpercre így fölvillan az aurája annak, akit fényképez. De a növényeknek vagy a macskának az auráját is láttam fényképezve, baromi jó volt. A macskának olyan gyors volt a reflexe, megjelent egy Magyarországon is. Itt Magyarországon is láttam ezt a képet, hogy a macskának az aurája kettős volt, az egyiken a macska így lent feküdt, a másikon meg már föl volt egyenesedve. Tehát olyan gyorsan föl tudott állni, hogy a vaku villant, azért az nagyon gyors. A reflexeiben sokkal gyorsabb, mint az ember, hogy majd megmozdulok én, szóval az ember az egész más. Persze vészhelyzetben be tud gyorsulni, de a macska mindig vészhelyzetben van, pláne egy ilyen villamásra megijedt, és az benne a lényeg, hogy fölállította egy ilyen székre, egy ilyen fa sámlira, fölállította akit fényképezett, mondjuk egy nőcit, felállította, nem mesztelenül, hanem ruhástól rendesen felállította, és rávillantotta a lila vakúval, és talán gyorsan csinált neki egy rendes vakuzott fényképet. És a rendes vakuzott képben látszott az aura. Mert te csak arra a tized másodperccel, te a vakú villanástól el is voltál vakulva teljesen. Te nem láttál semmit, de a képen megvolt. És arról nem is beszélve, hogy nem mindegy, milyen filmanyagot használsz. Hogy ő miért használt, nem tudom, de minden bizonnyal érzékeny volt az UV-ra. Mert hogy D-karakterisztikájú film volt, vagy mit tudom, milyen karakterisztikájú film volt. Vannak olyanok, hogy röntgen spektrumra érzékeny, meg vannak mindenfélek ilyen filmek. És arra villantott rá, és nagyon jó volt, egy ilyen ilyen tojás alakú fénybúra vette körül a nőt a fényképen, ilyen hosszúkás tojás alakú búra, de az a lent is folytatódott a sámli alatt. Tehát alatta is volt ez a tojás, zárt volt alul is, ilyen tojás alakú volt, és ott lehetett látni, hogy belemegy a földbe is az aurád, nem csak az, hogy itt van, aztán kész, idáig tart, talpadig nem, mert azért állította fel a sámlira, hogy látszon, hogy lejjebb is van. És ez a védőrendszer, egy dinamikus védőrendszer, ami véd téged. A külső para támadásoktól is véd, meg az ilyen mindenféle zavaros dolgoktól, ami ártana a testednek. Tehát egy nagyon dinamikus védőrendszer ez. Nagyon érdekes. De erről az auráról még nagyon sok mindent el lehet mondani, majd még beszélünk róla. Úgyhogy izgalmas, izgalmas téma ez még. Ennek nagyon nagy az irodalma, nagyon sok a szélámosság benne, mert ilyen megélhetési természetgyógyászok nagyon sokat kavartak vele, és nem volt rendjén való. Na, sokat ártottak, lehet, hogy azért építettek be embereket, hogy ártsanak. Ugye, mert hogy a hivatalos orvoslás ezt a Váltit tagadta, ilyen aura, meg miről beszéltek, meg ez a nagy arca tagadta, de közben van, azon a fényképen láttam mindenfélike virágokat, mindeneket fényképezett, és annak is volt aurája. Tehát az élő lényeknek van egy aurája, de már egy baktériumnak is van. Éből is ered a kiáradásában. És arról nem is beszélve, hogy minden egyes atom, és neutron, és proton gyárt magából anyagot. Egy szubanyagot gyárt, nem? Nem neutronokkal gyárt a neutron, hanem neutrinókat. Kisebb neutronocskákat gyárt, és azok a kisebb neutronocskák is gyártanak még kisebbet. Meddig van a fraktál, nem tudom. Tessék, van csak. És ez hogy alakul, hogyha van egy megfoghatóság, tehát egy időtükör felszín van, akkor a még ezen keresztül kiáradó, mert meddőhullámok mindenhol kiáradnak, azok a meddőhullámok hozzák létre, mert minden szubanyaghoz is gondolom források kellenek. Akkor jön ki belőlük pluszban forrás? Az időtükör felszínen? Nem jön ki, hanem ott keletkezik. Az nem azt jelenti, hogy kijött belőle egy meglevő, hanem keletkezik. Mert az időforrások
az idő szerkezett annak a következtében levezethető módon keletkeznek. Így keletkezett a világ körülöttünk. Tehát az, hogy itt nekem kezem van, és ebben atomok vannak, de minden egyes atomban iszonyatos mennyiségű időforrás ketyeg. Nem egy-kettő, hanem végtelen sok. Mert ugye az anyagjelben három van. Igen, meg is találtuk a leírását, amit a nagyfőnök lediktált a Böhminél. Ott van a Böhme könyvében, ami megjelent magyarul, abban benne van, égi és földi misztérium az a címe, és abban benne van a mikrokozmos táblázat. Nézzétek csak meg! Tehát tulajdonképpen akkor az időtükör felszín mégsem teljesen zárt ezek szerint. Az értelemben veszük, hogy... Az időtükör felszín zárt, a hullámtér viszont nyitott. De mégis kikerül onnan forrás... Nem kikerül, keletkezik. Keletkezik. Igen, nem kikerül belőle a már ott lévő, hanem újak keletkeznek, és azokból is újak keletkeznek, és ahányszor elágazás van, mert hát tele van ilyen elágazással a világegyetem, és az elágazások úgy hívják a fizikában, hogy superstring, csak aztán azt elrontották, a Kaluza meg a Klein, superstringnek hívja, super elágazó cipőfűző. És tessék meg. Ezek az leágazások, amik a szobanyagot létrehozzák, akkor a pikkelyeknél jönnek ki? Nem kijönnek. Hanem? Nem kijönnek. Mondom, de újra és újra visszatérsz, mert benned az van, hogy belülről kijön. Nem, keletkezik. Ott nincs még anyag, ott az nem energia, nem anyag, hanem csak tahionok. És a tahionok, amik keltik a tükröket is, amiről beszéltél, az időtükröket, ami a megfoghatóság nagy átverése, ez a Maya fájtla, vagy az Isis fájtla. Megvan már, egy Ó-Egyiptomban megvan. Hát az, meg a Maya fájtla, az meg már 4000 éve is megvolt Egyiptomban, vagy fenét, Indiában. Tehát olyan régen megvan ez már, csak nem érti senki. A Maya fájtla az izgalmas, mert egy nő van alatta, egy mesztelen nő van alatta, és az ilyen, boly nagyon. Na de gyerekek, hát nem nő van alatta, hanem egy atom. Bár a nő atomokból áll, azt hozzá kell tenni, minden nő. A legjobb csaj is atomokból áll. Te azt gondolod, hogy te nem atomokból állsz, mert te olyan jó nő vagy. Jó, próbáld ki. Már nem is vagy. Tehát minden atomokból áll, vagy fénykvantumokból áll, ugye? Minden. A fénykvantumok önálló létezők sose lesznek, az energia anyaggá, az anyag meg energiájában. De sose lesznek. Tehát az két különálló létező rendszer, és mind a kettő nagyon fontos az univerzumban. Nagyon-nagyon fontos. Itt vagyunk, ezt már nagyon régen tudjuk. Na mondjad, valamit kérdezni akartál? Igen. Ezen a következő kérdés volt, hogy van-e köze ennek a lény alakjához, például az élettelennek mondott kristályokhoz, a lény alakjának? Atya úristen! De van! Ugye a kristályokban az atomokat mi tartja össze? Tanultunk ilyet, hogy kohéziós erő, akkor kovalens kötés, szóval ilyeneket tanultunk. De nem mondták el, hogy a közös elektronjuk van az atomoknak, és azok összegumizzák. Jó, értem. Kivéve a Gyevi bírót, mondjuk a grafitban, ahol a grafit rétegek már nem olyan távolságban vannak, hanem jó messzire vannak egymástól, puha is a grafit, csúsznak egymáson ezek a rétegek, hatszögletes hálószerű az egész, tehát egy ilyen grafit matrix, szénmatrix, ugye a hat darab négy vegyértékű szénből egy ilyen gyűrű, de mellette egy másik gyűrű, egy harmadik, egy századik, ezredik, ez a grafén, amit őrült, bonyolult módon állítottak elő a nyugati testvéreink, és akkor a magyarok Celluxal meg őrültek, tehát azok ötös csapták a kalapjukat, és megtaposták, hogy rányomtak a grafit felületére egy Celluxot, és lehúzták, és ennyi volt, és rajta volt a grafén, amit annyira kerestek, mert ezt utána át lehetett rakni, ezt a grafént át lehetett rakni egy felületre. És mert ez egy jövője volt a számítás technikának, ott igen, úgy néz ki a grafitnak a szerkezete, és
a térbeli szerkezete, ott az az. És nem csak ilyen hadszöglet, de ez végtelenség egy nagy sík felületté összeáll, és ezek szintiszta szénatomokból tudnak lenni, vannak is. Itt valaki írogatott nekem, mi is volt? Ja, az egeli kísérlete kapcsolatban, mert az egeli Gyuri ilyen szenet berakott a mikrohullámú egy üvegcsőbe, egy ilyen káli üveg üvegcsőbe, ez kapható, nem egy nagy dráma. Kvarc lámpának az üvegcsöve is jó hozzá. Ha tönkrement, akkor egy reszelővel megreszeled, leizéled, letöröd, ott a kvarc üvegcső. És akkor az átengedi a mindenféle sugárzást, mit tudom én. Na, lényeg, hogy berakta, magasabb az olvadás pontja is, berakta ilyen faszenet, meg ilyen finom eloszlású szénport beleraktak ebbe a csőbe, gyártottak ilyet kis papírral, beleszorták, és berakták a mikrohullámúba. Igaz. És az volt az érdekes, hogy itt égre földre harcolt velem valaki, hogy nem bizonyított meg, így nem bizonyított, úgy nem, aki égetni akarta az egerit, mert egyébként ők kísérletezett, ez a kísérletezés hiányzik már. Annyira félnek egymástól a fizikusok, a kémikusok, meg a biológusok, hogy már nem mernek gondolkodni. Hanem csak untottáznak. 100 publikációból csinálnak egy 101-et, az rendben van. De hát ez nem jó, ez nem haladás. Egymást másolgatják, és akkor azt igazolgatják egymást, és na, a lényeg az, hogy berakta a mikrohullámúba, és elkezdett sziporkázni ez a cucc, amikor bekapcsolta a mikrohullámosütőt, és villogott, és izé volt, és izzott, ott van, izzik most a képen, amit látsz, hogy villog, sziporkázott minden, és utána az volt az érdekes, hogy utána kivette ezt az anyagot, lekapcsolta a mikrohullámot, kész, kivette az anyagot, és fogta a mágnes. És akkor itt nagyon győzködött engem, hogy hát ilyen földpátok, és akkor persze, mert a grafit szeruzát azt agyaggal vagy kaolinnal keverik a grafitport, és akkor azt préselik össze, és akkor egy kicsit még talán ki is égetik, vagy hevítik, azért, hogy összesüljön, úgy csinálják a szeruzabelet. Ugye? Hát igen, csak az benne az érdekes dolog, hogy ezzel ők új anyagot hoztak létre, mert fogta a mágnes. A szénport kezdte fogni a mágnes. Hát ez nem stimmelt. Akkor az nem is vas volt, mert nem az volt, meg rögtön elkezdték rájuk nyomni ezt a dumát, és akkor spektrumanalizátorral megnézték minden, vas volt. Igen, ám csak akkor ez egy fúziós erőmű. Na most, ha ő csinált magfúziót, a vacak szénportból csinált valami, hát az nagy dolog. Az nagy dolog, mert hogy lépte át a küszöböt? Ez volt a lényeg. Hát energiát közölt a rendszerrel, és így az atomok, ha elég közel voltak egymáshoz, képesek voltak egymással fúzióra, összeálltak egy nagyobb atomsúlyú anyaggá. Tehát a 12-es atomsúlyú szénporból lett 56-os atomsúlyú vas. Na de sokféle kísérlet van, és sokféle kísérletet csináltak, aranyat is lehet csinálni vele, csak úgy mondanám neked. Nem ezzel az eljárással, hanem egy másikkal, de lehet, és működik. Aranyat is lehet vele csinálni, ócska, semmikből. Tehát nem drága befektetett valamiből kell csinálni, ócska, semmikből. Mint ha elmész a izébe, elmész a benzinkutóhoz, azt veszel egy zacskó faszenet, amivel barbecue-ztok, olyan rendes faszenet, és akkor abban nem nagyon van földpárt, ugye, abban nem nagyon van agyag bele keverve, mint a ceruzabélbe, mert a kemény ceruzabelekben már agyag van keverve, a puhába egyre kevesebb agyag van, mondjuk a 6B-sben már alig van kötőanyag, az már majdnem tiszta grafit. Ameddig a 6H-s, na az aztán már jó kemény, az már kilukasztja inkább a papírt, alig fog. Tehát ilyen a ceruza hegy, de az van, hogy itt új elemek jönnek létre,
és ilyen új elemeket én biológiai kísérletekben találtam, hogy lítium lett az egérbe, az atya úristenek nem tudtunk rájönni, hogy honnan jön bele a lítium. Mert ott a se a kajájába, se a levegőbe, se a vizébe, semmiben nem volt. Az egérbe se volt lítium, de egyszer csak megjelent az egérbe a lítium. De honnan vette? Ő csinálta. Az volt az érdekes. Tehát akár nyomelemeket tud gyártani egy biológiai lény. Magának legyártja, mert szüksége van rá, hogy élni tudjon. Fantasztikus. Tehát új dolgokat kell felfedezni, ez jó, gyerekek, hát ne legyetek már ilyen lükebokák, hogy féltek a... Ez, igen, ha valami nagy, igazán nagy dolgot fedezel föl, ne készülj jóra. Szóval ilyen szépelgő humán elképzelés, amit kiképzelnek, hogy megmentjük a világot, és milyen jó lesz, és nem lesz levegőszennyezés, meg nem olvadnak meg a jegesmedvék. Ja, azok nem olvadnak meg, de a jég, igen. Tehát szépet akar, jót akar, nem mondom, én nem akarom kigúnyolni sem. Csak éppen hát az a baj, hogy a valóság más. Jön szembe. A valóság mindenféle. Kapzsi, rosszindulatú, pénzéhes, bilis, bond, mindenféle jön veled szembe, és ahogy látja, hogy benned valami mozog, tehetség vagy a kukac, valami mozog benned, akkor egyből rászívja magát. És ki akarja csalni belőled az ötletet, aztán ezt aladni vele. De nem fog az neked egy fillét csalni, úgy eltűnik vele, hogy sose látod többet. Nem biztos, hogy el tudja adni, mert ő azt képzeli, hogy hú, most milliárdokat fog keresni, és nem, őnek is kilopják a szemét. Egyik tolvaj lopja ki a másik szemét sorba. Mint hogy a gengszerek is lelövődözik egymást. Mert hogy most már nekem nem kell a konkurencia, na jó, akkor lelőlek. Nincs konkurencia, milyen jó. Tehát így működik a világ, és így működik az a világ is, amire azt hiszed, hogy demokrácia, ilyen meg olyan, hát gyerekek. A görög demokrácia a rabszolgatartó társadalom volt. Tessék, utána nézni, ne szépelegjél már, nézzél utána. A polgárokra igen vonatkozott, de hogy háborúban fogott hadifoglyokat, rabszolgát csináltak, és hát az rabszolga volt, az nem rendes értékű polgár volt, az rabszolga volt. Akit akár meg is lehetett ölni, olyan kedved volt. Hát drága volt, de hát tévédnek is bedobhatod a sörös üveggel a meccsen az elejét, mert be vagy indulva, hogy kikapott a csapatod, és belevágsz egy korsósört. Tehát ilyen is van, de rabszolga volt. És itt szépelegnek, hogy ilyen felszabadulás, meg olyan gyerekek, ilyen dúlásokban már nekünk volt részünk, én már néhányszor dúltam. Tatárdúlás, törökdúlás, felszabadulás, úgyhogy ezek már nekünk voltak. Megünnepeltették velünk a Mohácsi vész, szóval ilyenek voltak, úgyhogy tudjuk, hogy voltak ilyenek. És ezeknek, hogy mondjam, ezt meg kell ünnepelni, mert hátad mögött ott állnak és lelőnek, ezt ott kell csinálni, vinni az ászlót, cégbe dőlve, mit tudom, ezt csinálta mindenki, mert külön, ha nem csináltad, akkor kinyírtak. Mentél a gulágra, onnan soha nem jöttél vissza, persze, mert egyszer gatyába kellett mínusz 10 fokba dolgoznod, vagy egy pizsamába, ami vékony pizsamában, mert rögtön megevett a fene, hát ott megfasztál, meghaltál, hegyekbe álltak a csontok ott a gulágok mellett, hegyekbe álltak, most is hegyekbe állnak a csontok. Komolyan mondom, hegyekbe, nagy domb, koponyákból meg csontokból, nagy domb. Tehát nincs határ, az csak úgy hiszed. És ma sem lesz másképp. Higgyétek el, hogy nem lesz másképp. És nincs határ, és nincs az, hogy hát ilyet nem csinál ember, de ő nem ember. Hát ő nem, a lelke nem emberi. Lelketlen. Érdekes, hogy milyen érdekes szavunk van rá, hogy lelketlen. A biorobotok lelketlenek voltak. Az a némber. Az a nem ember, az a némber. Nőkre mondták most már, de igazából az volt a némber, az egy biorobot volt. Biorobot, és azok a szobrocskák, amiket Mezopotámiában találtak, ilyen nagyon furcsa szeme van, hát azok nem a fantázia termékei voltak, hanem azok úgy néztek ki, azok olyan biorobotok voltak, arról is csináltak szobrokat. És az, hogy ilyen kutya feje van, olyan, azért nem állarc volt rajta, hanem úgy nézett ki.
tehát rengeteg biológiai kísérlet volt, és rengeteg biológiai dolog volt, ami világosan mutatta azt, hogy hogy keveredhet a DNS, hogy nem keveredhet. Mert ugye a kromoszomáink, a hím és női sejtjeinkben csak félig van meg a kromoszomaszám, és akkor, amit tudom én, 46-ból a fele van benne a férfibe, a fele meg a nőbe. Ott vannak ilyen, a mezopot, nagyon jók vannak. Ott vannak a gutuk, vagy ott vannak ezek a félig állat, félig ember lények, ott van a Enkidu. Ugye? Enkidu, az azt jelenti, hogy az alsó ég istene csinálta. Du az a csinálni. Az angolban, mint segédige fönnmaradt. És Enkidu az azt jelenti, hogy az alsó ég istene csinálta őt. Hát ez benne a lényeg, hogy nem az, amit hisznek róla. A ki, az meg az Isten. Kétféle teremtő van, a ki meg a csi. Ezért van a kicsi szavunkban benne. Az mind a kettő picike valami, parányi picike valami, azért a kicsi szavunk innen származik. És a Bibliát a ki diktálta. A ki diktálta. Leírta, benne van, vagyok a ki, külön írva, nem aki, a ki vagyok. Tessék megnézni, ez az egyetlen egy mondat van a Bibliában végig nagybetűvel. Hát ez a lényeg, én vagyok a ki, én diktáltam ezt a szöveget. Nem a félelem, meg nem a tudatlanság, meg nem a mit tudom, milyen hülyeséget összehordtak a materialisták. Nem. Ezt egy felsőbb intelligencia diktálta, és ha majd megfejted a térbeli mátrixokat, akkor rá fogsz jönni, hogy olyan hülye voltál idáig, hogy az már síralmas. Tehát akkor fog kiderülni, hogy dedinkák vagyunk, hát erre nem jöttünk rá. És nem jöttünk rá. Mert mindenki homo uzion, homo illusion, harcol egymással, gyerekek, nem jó, ki kell ebből mászni. De egyik vallás harcol a másikkal, azt ugyanazt az Istent imádják, de hallom rólik egymást. Láttuk ilyeneket, bocsánat. Halálra kínoszta, halálra vitte. Ott vannak a gutik, ott a nagyon érdekesek, azok a biorobotok speciál, de az is érdekes. Azzal építkeztek egyébként, ezekkel a biorobotokkal építkeztek, azok nem emberek voltak, azokban nem volt lélek, az csak egy biorobot volt. Nem érző lélek volt benne. A Mezopotámiában rengeteg ilyen érdekes volt, az előző teremtésből még a lények, amik aztán a holdütközés után gyakorlatilag lenullázódott a Föld, és minden újra keletkezett, újra lett teremtve, és valóban igaza van a zsidóknak, hogy újra lett teremtve, hogy 6000 évvel körülbelül ezelőtt az Isten újra teremtette a világot. De nem akkor teremtette, nagyon lényeges dolog, hogy nem akkor teremtette a legelsőt, a naprendszert, hanem az már a 6. naprendszer. Ötről beszélnek sokan, de az már a 6. naprendszer, és ez a 6. naprendszerbe a bolygókat is átrendezték, össze-vissza, másképp. A görög mitológiában megtalálod, hogy a különböző bolygók egy földet elosztották egymás között az istenek, és akkor ennek ez a rész jutott, annak az a rész jutott. Igen ám, csak hogy nem a hány katasztrálli hold jutott ennek, meg hány katasztrálli a másiknak, nem úgy kell a földosztást elképzelni, hogy egy egyszerű vidéki ember elképzeli, hanem hogy az egész földet úgy, ahogy volt, darabokra szedték, és ez elvitt belőle egy darabot, a másik meg egy másik darabot. És az örökségét elvitte. Tehát 4 nagyon nagy bolygó van a naprendszerben, amiről tudunk, mert van még egy 5. nagyon nagy, de az majd kifog, de rövidesen kiderül, hogy van. Abból már baj lesz persze, de ki fog derülni. És az az érdekes, hogy a gutuk is megjelentek, azok ilyen félig ember kinézésű figurák voltak. Ott van, a bal oldalt fölül, azok gutuk, szobrokat csináltak róla, művészetük volt, stb. Ott szoptatja csecsemőt, emlős gyík. Ez nagyon érdekes, hogy emlős gyíkfajta, vagy kígyó, vagy mit tudom, milyen fajta, nem kígyó, mert emlős, és van, amelyik nem eleven szülő, hanem tojást tojik.
és úgy kelti ki a tojását, a gyereket. Ott ezek a gutuk. Nagyon érdekes kinézésük van, mert hogy női melle van neki, és ilyen pogácsák vannak a testén, ilyen nagy, ilyen izék vannak rajta, ilyen pogácsaszerű van rajta, azok a gutuk. 150 évig uralkodtak rajtunk a Mezopotámiában. Ez egy földön kívüli faj, nagyon korszerű fegyverekkel, mindennel, és hát uralkodtak rajtunk, emberevők voltak, nagyon szerették az embereket megenni, és ezek a ott 150 évig uralkodtak rajtunk, mire tudtunk hívni segítséget. Mert elvették tőlünk a lehetőséget is, hogy segítséget, rokonság segítséget kérjünk a világűrből, mert nem volt mivel. Nem volt technika hozzá, mert azt mindent nagyon okosan elvették. Aztán később azért volt 3 atombombája a hunoknak, hogy azzal tudtunk egy olyan egyértelmű jelzést adni, ami a világűrből is meglátszott, és az jelezte, hogy na, oda kell jönni, meg kell nézni, hogy mi a baj. És akkor így kiűzték innen ezeket a gutukat. Elmenekültek, de itt értek a Földön, és mondom, szobrászatuk volt, festészetük volt, stb. Hát főképpen a szobrok maradtak meg, amik agyagból voltak, ezek a szobrok megmaradtak. Fantasztikus, sokféle lény élt már a Földön, óriások is, minden. Rengeteg óriás élt, óriás faj élt a Földön, rengeteg sokféle. Nem egyféle, sokféle élt. És azok még a holdütközés előtti, meg a tűzözön előtti időből voltak, és megmaradt néhány, mert el tudtak bújni ilyen bunkerekbe, akármiben, megmaradtak a nagy badabumba, és akkor ezek még itten éltek. Ilyen Dávid és a Góliát nem véletlenül a mese maradt meg a zsidóknál, vagy nem véletlenül maradtak meg ezek az óriásokról szóló mesék. Tessék, parancsolj! De azok is lehettünk, mi lelkeink korábbi életeinkben, hát más, persze, más testtel kompatibilisen. Hát persze. Így van. És nem egy ilyet találtam, aki nagyon nagy, már nagyon nagy, hát hozzánk képest nagyméretű volt, ilyen 8 méteres, az azt jelenti, hogy 4,5-szer olyan magas, mint egy ember. Az nagyon nagy. Vannak ilyen csontvázak, megmaradtak. Ilyen rejtett kiállító helyeken vannak, beírod azt, hogy óriás, és akkor angolul, akkor fogsz találni ilyeneket. És nagy egybe csontvázak, de ilyen több emelet magas, tehát nagy. Ugye egy átlag emelet az mondjuk 4 méter, akkor ez fölér az első emeletig simán a tetejéig. Tehát ezek nagyok voltak, és vannak ilyen nagy koponyák, maradtak. Itt egyébként Európa is tele van vele, és nagyon sokat találtak, de nagyon-nagyon sokat. Ezeket Amerikában megsemmisítették, tömegesen semmisítették meg. Találtak ilyen mezőt, ahol ilyenek, vagy ilyen helyet, hogy mit tudom, hogy százával voltak ilyen csontvázak, hát aztán azokat írták. Van egy olyan kép, amikor egy öreg úr áll egy ilyen koponya előtt, és ott lehet látni, hogy mekkora, de hatalmas. Itt már mindig photoshopozni kezdenek, meg hát mindenfélét kezdenek dumálni, de régész barátom és kollégám is van, aki azt mondja, de találtunk, csak nem szabad nyilvánosságra. Tehát találtak ilyen hatalmas koponyákat, meg csontvázakat, de nagyon nagyokat. Szóval a csontvázat így maga, vagy a lábszárcsontot így magam mellé fogom, akkor a lábszárcsont ilyen nagy. Tehát egészen nagy, csak egy lábszárcsont. Tehát hatalmas nagy, és ez nem mamutcsont, meg nem. Nem majomcsont, és nem, ez emberi csont. És a DNS-e is hasonló, csak nem találod azt a képet, de most kellett telepíteni a gépünket, és akkor arról letöröltem a munkacerkámat, és föl nem letöröltem, hanem áthelyeztem a munkacerkámat, csak nem tudom milyen név alatt, és nem találom. Úgyhogy majd csak előkerül. Amin dolgozni szoktunk, abban vannak ilyenek nagyon sok. És tehát ilyen 8 méteres. A legnagyobb, amiről tudok, az az Éva anyánknak a sírja, ami megvan, most is megvan,
az a sír, és az 120 méteres volt, én 160 méteresről tudtam, hát lehet, hogy nem jó a mértékegység, vagy valami, de egy 120 méteres sír megvan még Közel-Keleten. Még megvan az a sír, az Éva anyánk sírja. Beírott Éva's tomb, és megtalálod, tehát Éva sírja. És az egy hosszú ilyen épület volt, és évezreden át megvoltak ezek az épület, aztán utána lerombolták, ilyen materialista idióták lerombolták, és akkor oda csináltak, nem szedték ki szerencsére a föld alól az Éva anyánkat, de nagy volt. Nagy volt. A Köldökénél volt egy ilyen vázaszerű, az egy jó nagy szobor volt, tehát a 120 méteres az nagyon nagy. Gellért egy mellé odáll, azt rákönyököl, szóval azt csak úgy mondanám, hogy az nagy. Hát mindenki a saját léptékéhez hasonlítja, az amerikaiak mindent a szabadságszoborhoz mérnek, én meg mondjuk a Gellért egyhez, de hát ugye ezt elsősorban magyarul tartjuk ezeket az előadásokat, és mi hát a magyarul van, magyar a nézőközösség, azok a Gellértet általában mind ismerik, nagyon kivette, hogy nem is hallott róla. Annak a tetején áll az angyal, ugye? Csak a idegenben szakadt fiataloknak mondom, annak a tetején áll az angyal így egy pálmával. És én még találkoztam azzal a hölgyel, akiről ezt mintázták. Tehát egyszer egy újságíró ízén találkoztam vele, és élt. Még a Horthy fiának csinálták tulajdonképpen ezt az emlékművet, és akkor aztán utána eljállítottak két orosz katonát gépfegyverrel, aztán azokat kivitték a szoborparkba, aztán még az angyal még megvan. Az még ott áll, az a Budapestnek a szimbóluma tulajdonképpen, hát ez nagyon szép is, és szeretem is. Hát gyerekkoromban mindig a villámhárítóján mentünk föl, hát az volt a kaland, nem a, hát a járdán fölmenni minden hülye tudott, de nem, mi a villámhárító másztunk föl egészen az angyali. Lent indult a Dunaparton a villámhárító, és onnan indultunk föl, és fölmásztunk. Ez volt a kaland, hősi kaland volt. Hát valami kaland a gyerekeknek is kellett, és hát ugye már nekünk más kalandra nem futotta, de ez egy kaland volt, hogy megmásztunk. És föl is mentünk, sokszor fölmentem, vagy 10-15-ször biztos fölmentem, de inkább 15-ször, tehát sokszor fölmentem. És jó, érdekes kaland volt. Szerencsére egyszer se csapott bele éppen akkor a villám, nagy birkozógép lett volna, az biztos. Tehát van-e még valami kérdésed? Igen. Van meg ideíró egy másik. Mi őrzi, örökíti át a formákat, működési elveket, és mi örökíti át a nemzedékekkel a megmaradáshoz létfontosságú információt? Hát többnyire a lélek. A lélek az egy dinamikus és működő rendszer, nem statikusan őriz információkat, hanem dinamikusan. Mondtam is, hogy dinamikus képet is vetít, erről beszéltem már, de nem csak az információt nem csak a lélek őrzi, hanem a lélek maga háttérmemóriának használja a körülötte lévő környezetet. Tehát az egész környezetet használod memóriának. Azért van egy kedvenc helyed, ahol szeretsz gondolkozni, mert ott van a fókuszpontja a sok gondolkodásnak, ahol, mert ott szoktál ülni. Van egy ilyen foteled, és akkor abba ülsz, és akkor gondolkozz valamint, és akkor a környezetből a fókuszpontban ott van az agyad, de a lelked, ez a lényege, hogy ott a lelked, és az egyfajta háttérmemória. Igen ám, csak ez a háttérmemória az egész világegyetem minden információját őrzi. Tehát egy hatalmas könyvtárba turkálsz tulajdonképpen. Egy hatalmas könyvtárba. De végtelen nagy könyvtárba. Ugye a világegyetem minden tudását és információját őrzi. Most az, aki képes ebbe egy kicsit, ki tudja nyitni a könyvet, tudja, hogy kell kinyitni egy könyvet, hogy milyen azokat a betűket, hogy kell elolvasni, stb. Tehát kicsi tudása van, az elkezd okosodni a többiekhez képest, aki soha egy könyvet sem nyit ki.
mert nézi ezt a szar sorozatot, azt ez a világ. És ő arra rászívta magát, és ez a kör inger szegény szar, amit tömik a prolikat, ez egy ilyen inger szegény szar, hát ez semmi. Letolja a Zsuzsika budját, vagy nem tolja a Zsuzsika budját. Erről szól az egész. És ez körül zajlik, hogy ilyen rongyot vett, ilyen szilikont rakott a csöcsébe, olyan, és erről szól az egész. Nincs benne semmi, tehát ilyen nulla információ, de a tudásnak a szikrája nincs benne. Tudja azt a szót, hogy szilikon, de nem tudja, hogy mi az. És így tovább. Nem tudja, hogy működik a távirányító, hogy működik a telefonja. Semmiről semmit nem tud. Használja. Aztán elromlik, bedobja a kukába, mert megjavítani soha nem fogja. Nem egyet izét találtam, ilyen órát, meg egyebet a kuka tetején. Nem volt rossz indulatú, valaki rakta. Jöttem haza, ott van a kuka tetején, egy nagyon jó kinézésű valami. Nem, felhoztam, megnéztem, hogy mi. Hát nem volt annak a világos semmi, vagy kimerült benne az elem. Csak nem tudta, hogy kell kinyitni az elemtartót. Ennyi volt az egész. Vagy azt sem tudott, hogy elem van benne. Ez megy, ameddig megy, aztán eldobja. Mert így működik az ember. Tényleg így működik. A mai emberek így működnek. Olyan összkomfortos hülye, hogy el nem lehet mondani. Hát én, amikor tévészerelő voltam, volt olyan, hogy a takarítónő kiúszta, mert porszívózott, kiúszta a televíziót. És nem dugta vissza. És akkor a Pali hisztérikus rohamba őrjöngött, hogy most volt, és mennyit fizetett, és nyomta, és mondta. Jó, kimegyünk, megnézzük, kimentünk, megnézzük. Tudod, mi volt a TV baja? Semmi. Az idiótája nem dugta vissza a konnektorba. Ennyire idióta. Hát most mit mondjak erre? Mondom, de hát uram, ha nem dugja, hátra néztem, nyomom a gombot, nem indul, mögé néztem a tévén, hát ott lóg a zsinórja. Ja, hát bocsánatot kérek. Ilyen. Ennyire nem ért semmihez. És be kéne csak dugni a konnektorba, most működne. Hisztériázni kezd. Volt, amelyik valamit elkapcsoltak, valamit, és azért kezdett hisztériázni. Tehát a gyerek valamit elkapcsolt benne, azt nem tudta soha többet visszakapcsolni, és akkor ott hisztériázott. Mondom, de hát gyerek elkapcsolta. Tehát sok ilyen idegbeteg már a legkisebb hibára, nincs tolerancia benne, a legkisebb hibára rögtön a végletes hisztériába kezd. Férfiak is. Nem csak a nők. A nők régen csinálták, de a férfiak is. Igen. És ilyen nagyon nagy arcok. Jó, hát ő kioktat, elmagyarázza, és akkor olyanok volt. Gyerekek, a tévészerelésnek a fele pszichológia. Tehát nem a munka, a szakmunka, hanem bánni kell az ügyféddel. Egy bolond, akivel ügyesen le kell kezelni a labdát, az kész. Mert nincsen semmi baj, csak egy idegbeteg bolond. Széthajtotta magát, és már idegbeteg. A főnöke szivatja, és akkor idegbeteg. Sok ilyet láttam. Van-e még kérdésünk? Igen, van még. Mégpedig úgy szól, hogy hol őrződik meg a tudás, és megőrződik-e a lény pusztulása után is? Igen, erről beszéltem az előbb, ugye, hogy a környezetét használja, mint memóriát. De hogy? Hát, hogy az ő lelke sem kompakt, meg az az anyag sem, ami ott körülötte van. Tehát a háztető, vagy a cserép, vagy a tégla, vagy az sem kompakt, mert az is egy hullámteret generál, minden atom, az egy arra jellemző hullámteret generál, ameddig a lelke meg a rá jellemző zengést generálja. Az az anyagnak is van egy zengés, az másmilyen. És az az érdekes, hogy az én gondolataim megrezegtetik a környezetemben lévő anyagot. Minden anyagot, ami körülöttem van. A világ egyetemet megrezgetik. És tehát minden atomot csak fénysebességgel terjed ez a hatás. Tehát én most vagyok 77 éves, akkor 77 fényévre van tőlem az a kisfaludi gyúriság. Ott odáig terjed, mert hogy odáig terjedtem, mint valami, létező valamilyen struktúra, fénysebességgel. De ez igaz egy öngyújtóra, vagy akármire. A megcsinálás elkészült a pillanatától kezdve, terjeszti az öngyújtóságát, vagy a mit tudom én, távirányítóságát.
és attól kezdve az egy jelezetes struktúra, az egy nagyon rá jellemző hullámvilágot hoz a környezetbe. És ezek az információk az atomok között is pattognak, mert azok se kompaktak, egyik se. Azok is kiáradásokat produkálnak, igen ám, csak hogy eléri az én hullámterem az atomot, akkor az atomot megrezgeti, megy tovább, mintha ott se lenne az atom, de már az atom hordozza az én gondolatomat is. Meg ami benne volt, azt is, a világot is. Belefér a világ, miért ne férne bele az én kevés kis gondolatom? Sem eddig nem tart. És ez a kevés kis gondolat ott pattog az atomok között is, tehát a kérdés ott a válasz, hogy megmarad. Még a lelke pusztulása után is megmarad. A lélek nem igen pusztul el, mert halhatatlan, de még akkor is megmarad. Tehát a tudás megőrződik. A testi halálod után pláne megőrződik, és lehet, hogy leül ugyanarra kedvenc helyedre egy arra érzékeny ember, és az arra érzékeny ember megérzi a te gondolataidat. De egyszer az összes, nem ám az, hogy ja, hogy így kell kihegyezni a szeluzát, nem, mindent, amit csak valaha tudtál, megtud, és akkor attól függ, hogy milyen az előképzettsége, hogy ebből mit tud használni. Mert hogyha hülye, nem tud semmiről semmit, akkor hiába van meg neki a te gondolatmeneted, hát ez olyan, mint ha beszabadulna a legjobb kínai könyvtárba, ahol csak kínai könyvek vannak, nézegetnéd, lapozgatnád, tele van ilyen krikszkrapsz jelekkel, nem értesz bele semmit. Jaj, de érdekes, pausz papíron van, vagy jaj, de igazából nem tudod megérteni, hogy mi van ott leírva. Pedig le van ott egy csomó minden írva, de te nem tudod elolvasni. De annak a gondolata, aki ezt ott lekörmölte, mondjuk kézzel, ilyen kódexbe, annak a gondolata benne van. És hogyha összetudsz vele rezegni ezzel a gondolattal, akkor a fejedben is meg fog jelenni. A tudás egészen. Tehát őrződik, a környezet őrzi, és használja az egész világ. Tehát mindenki használja te gondolatodat, te nem vagy zárt kis dobozka, hanem egy gondolatgenerátor vagy mit mondjak, és akkor az, hogy amilyen a gondolat, hát olyat fog generálni. Hát ha üres seggfejség van, hogy letolja a bugyját, vagy nem, akkor az lesz benne, hogy letolja, vagy nem tolja. De hát eddig terjedsz, aztán annyi. Nem rossz ember vagy ettől még, nem vagy te rossz ember, de hát nem jutott neked több valahogy, vagy nem is akartad. Vagy ott volt előtted, de nem kellett neked, mert te mit képzeltél magadnak, hogy milyen, te milyen nagy vagy. És amikor kiderül, hogy hát, nem vagyok én annyira nagy, akkor aztán komplexusai lesznek. Mert hogy nem is vagy te olyan nagy, meg olyan okos, meg olyan szép. Csúnyaságnak van egy korlátlan nagy előnye. Megmarad. Sőt, fokozódik. Ez nagyon lényeges dolog, hogy fokozódik. Idővel megöregszel és megcsúnyulsz. Fiatalon még ilyen olyan vagy, milyen olyannak képzelnek, vagy mondanak, vagy mit tudom, ez egy dolog. De a világegyetem akkor is az egészet hordozza, veled együtt, a szépségeddel vagy a csúnyaságoddal. Isten nem csinált rosszat, csúnyát, ezért másmilyen. Én találkoztam olyan földönkívüliekkel, hogy fölszaladná az első fára, ha meglátnád. Ilyettedbe. Futva menné fel a fára. Úgy kapaszkodná fel, hogy a majom az sehol nincs hozzád képest. Olyan végtelenül őrült kinézésű figura. Lehet, hogy jó indulatú, de te azért becsinálnál. És melyik csinálnak? Tehát megjelennek földön kívüliek itt, de hát némelyik nem emberszerű, hanem a gutukat mutattuk, ugye? Hát a gutuk nem emberek voltak. És nem csak gutuk vannak, azok még nagyjából emberszerűek, hát emlős, még benne van az anyai érzelem, amit tudom én, micsoda, tehát a krokodil is ápolja a kicsinyeit. Berakja a homokba, ott lesegeti, a vízbe ott van, addig nem is eszik, ott lesegeti, míg kikelnek a kicsik, mit tudom, hány nap alatt, és azért maradott, hogy a madarak, ne, azok ravaszak, érted, hogy ne csapkodják ki a tojásait, és ne egyék meg a kis krokodilokat, ezért ott, hogyha valami madárot megpróbálkozik, akkor elugrik és elijeszti, és akkor ott addig vigyáznak, és utána kis krokodilok rámásznak a hátára az anyjuknak, a hátán mászkálnak,
szájába óvatosan megfogja, rakosgatja, csinál. Tehát nagyon aranyosan ápolgatja a kölykét. Nagyon aranyosan. Hát persze, hogyha olyan végtelen nagy éhség merül ki, hogy már nincs semmi ennivaló hónapok óta, akkor meg is eszi. Akkor meg is eszi. De nem azért, mert kegyetlen, hanem azért, mert ő még tud ilyen gyerekeket csinálni, de ha most ő éhen hal, akkor az gyerekek is éhen fognak ugyanúgy halni. Éhen fognak halni, egymást teszik, akár, de egy időben éhen halnak. A legerősebb marad életben, aztán jó van. És ha esetleg életben marad. A túlélés a lényeg, és ez kegyetlenül hangzik, de akkor is. Az embernél is. Mindenhol. Hát ameddig van terep, addig nincsen geszterkedés. Akkor nincs. Amikor ilyen holdütközés volt, akkor utána olyan emberevés volt, mint a fene. De nem az én emberevők éltek a Földön, nem voltak azok emberek, kultúremberek voltak, de megették a hullákat. Megettek mindent, mert nem volt mit enni. Ezzel semmi nem volt, ugye? Mindent lesöpört, olyan áradat volt, hogy mindent lesöpört. Őrült nagy áradat, nem tudod milyen nagy. Szóval ilyen kilométer magas hullám, ami háromszor körbe járta a Földet, hát az ellente nem tudsz védekezni. Hiába tudsz úszni, meg hát felejtsd el. Te már figyelj, lemész 50 vagy 100 méter mélyre a tengerbe. 60-nak látszik, de 100. Föntről 60-nak látszik, lemész, mert ott van valami, hogy majd főhozott. De a 100 méter. Nincs avval semmi baj. Egyre jobban zúg a füled, egyre jobb, nagyobb nyomás van. De hogyha gyorsan jössz fölfele, mert elfogyott a levegőd, vagy kifogyott a palackod, és gyorsan jössz fölfele, akkor van ám baj, mert fölforr a véred. Kiválik belőle a nitrogén, és elkezd bugyogni. És akkor ilyen hab lesz a ereidben, nem vér. Fölhabzik, mint a szóda, vagy a habpatrongot annak idején már nem használják. Ilyen nitrogéngáz volt benne, nem nitrogénoxid, vagy kék gáz, vagy mi volt abban a habpatronban. Nem széndioxid volt benne. Ilyen édeskés ízű volt az a gáz, és talán valami nitrogénoxid volt. Érdekes volt az is. Hát édeseim, van-e még valami kérdésünk? Nézzük meg. Nem, nincs ott, de nekem lenne egy kérdésem a Trismegistus lelkekkel kapcsolatban. Ugye egyszerre három testet tud üzemeltetni egy ilyen lélek. Nem egy lélek, három. Egyszerre három helyen lehet. Csak össze vannak kapcsolva. Viszont ez milyen szinten létezik, mivel... Abszolút. Van olyan, hogy... Földszerán, napszerán, kronoszszerán, tehát mondjuk a tejútrendszeren belül három, a naprendszeren belül három. Nem. Vagy univerzum. Sokkal több van. Sokkal több van. Ezek a triálos lelkek, ezek a nagyon régi nagy lelkek, akik hát igazából nagy tudásúak. És az egész rendszer rájuk van fölfűzve, ők generálják, így is mondhatjuk ezeket. A bolygót is maga, ő generálja. Tehát az benne az érdek. Tulajdonképpen akkor nem három testet tudnak egyszerre tehát közvetlenül működtetni. Saját hanem... testeket hármat tudnak. De univerzum szerte, vagy kis rendszerek? Univerzum szerte, akárhol lehet a három darab, akkor is. És össze vannak kapcsolva időszálakkal. Ami végtelen gyors kapcsolatot jelent. Tehát valós idejű kapcsolat. De mivel minden real belül... time. Mondják angolul. De mivel minden belülük van, akkor ezt a három testet úgy kell értelmezni, hogy ide tudják koncentrálni egyszerre a figyelmüket olyan szinten, hogy az egy... Ha testben vannak, igen. Általában három nem születik meg egyszerre, csak kettő. Kettő megszületik, a harmadik vigyáz rájuk. Mert a testben veszélyes helyzetekbe kerülhetnek, testen kívül nem. A testben veszélyes helyzetekben elfoghatják őket, rossz, ellenséges erők, stb. Tehát veszélyes helyzetekben kerülhetnek, és ezért figyel rájuk egy olyan, a felső lelkük saját maga figyel saját magára, hogy nehogy valami baj érje. Igen, ez így működik. Ezek a Trismegistusok egyben térforrások is. Méghozzá, ha nem is originálisok, de nagyon nagyon közel állnak az originális állapothoz. Majd erről még beszélünk,
a Védák könyvének vannak nagyon érdekes részei, ami ezeket föltárja. És majd még beszélünk róla. Ez is egy izgalmas dolog. Én azt mondom, hogy köszönöm szépen a figyelmeteket, mert hogy most már eltelt az időnk, és neked menni kell, mert jön a zárlat, Covid zárlat, úgyhogy neked menni kell, azzal kell még érni. És az adó 1%-ot, hogyha valaki nem tudja, hogy hová utalja az egyházi 1%-ot, akkor azt a 0640 Istentan Egyesület névre, Isten kötőjel tan, úgy van írva, de lehet, hogy egybeírva, nem tudom, hogy van a hivatalos iratokban, mert össze-vissza írják, Istentan Egyesület, és az Istentan Egyesületnek a technikai száma az 0640. Ide az 1%-ot nagyon megköszönjük, és kutatásokra is olyan dolgokra fogjuk fordítani, hogy tényleg használva legyen a világnak. Ameddig megtehetjük, mert a világ egyre vadabb tempóban romlik, és már nem biztos, hogy tudunk valamit már csinálni, nagy dolgot, de azért igyekszünk megcsinálni minél előbb. Tudnék, a lelkek a tudást átvihetik majd a következő világkorszakra, ez nagyon fontos. Tehát az a tudás, amit most megszerzünk, ezt a lelkekben átvihetjük. Nem fizikailag kell azt átvinni, hanem a lelkekben a tudás benne marad, és a jó irányú tudást átvihetjük a következő világkorszakra. Azt mondta az Isten. Tehát az autót már nem viheted át, kinézésre átviheted, a kerekét átviheted, de a motorja mivel ment, azt nem viheted át, és nem is fog sehogy eszedbe jutni. Majd kell tervezni egy olyat, ami nem ártalmas az emberiségre, mert ugye marra jól jött az ki, hogy ülök a fotelba, és így csinálok, csak azt oda megyek, ahol akarok. De hát ugye ennek vannak veszélyei. Köszönöm szépen a figyelmeteket.